Jelen felvétel készítése előtt röviddel elkezdett esni valami, ami talán hó, és fogalmunk sincs, hogy meddig esik majd, mivel a jelek szerint az időjósok sem biztosak a dolgukban mostanában. Mi viszont tartottunk egy szerkesztőségi megbeszélést, és arra jutottunk, hogy amennyire vissza tudunk emlékezni, annak idején szerettük a telet. Úgyhogy jöjjön most egy nosztalgikus téli tudósítás, ami szólhatna éppen a szánkózásról is, csak mi gondolunk a síkvidéken élő nézőinkre, úgyhogy beszéljünk a hóemberről. Járjuk körül a témát már-már tudományos alapossággal. A hóember egy hóból készített, általában emberformájú figura. Gyakran gyerekek, családok építik, esetenként téli rendezvények vagy versenyek keretében épülnek ilyen alkotások. A történelem elmulasztotta feljegyezni az első hóember megépítésének idejét. Bob Eckstein a Hóember története című művében a középkorba helyezte az első ilyen figura létrejöttét, mert egy 1380-ban keletkezett könyvben, melyet a hágai nemzeti könyvtárban talált, rábukkant egy hóembert ábrázoló illusztrációra. A hó akkor a legjobb hóember építésre, amikor megközelíti olvadási pontját és tömörré válik. Ekkor alkalmas arra, hogy egy hógolyót görgetve egyre nagyobb méretű labdává növekedjen. A porhó erre nem megfelelő, mert nem tapad eléggé. A hóemberépítés legmegfelelőbb ideje egy melegebb délutánt követő havazás, és persze szükséges hozzá a megfelelő mennyiségű hó. Általános gyakorlat a hóember felöltöztetése. Fejére kalap kerülhet, gombjait, szemét és száját kavicsokkal, orrát répával lehet ábrázolni. Európában és Észak-Amerikában a klasszikus hóemberforma háromrészes, egy-egy labda a fejnek, törzsnek és a test alsó részének. Kelet-Ázsiában inkább kétrészes az általános hóember. Japánban a neve Yuki Daruma, a kerekformájú Daruma baba után. A világ legnagyobb hóemberének rekordját egy 2008-ban a Maine állambeli Petelben épült női hóember tartja. A Maine-t képviselő Olympia Snow szenátorasszony után olimpiának keresztelt hóember 37,2 méter magas volt. A korábbi rekorder hóember szintén Petelben készült 1999. februárjában. Angus, a hegyek királya 34,6 méteres volt és több mint 4 tonnát nyomott. Ilyen méretű hóembert persze nem kötelező építeni, de aki szereti a téli programokat, egy kisebbel nyugodtan megpróbálkozhat. Persze, ha hó is van hozzá. Anélkül nehéz.